Eckhart Tolle előadásából részlet. Sok fel nem ébredt ember nagyon-nagyon erősen azonosul a fizikai formájával, és ez csak az első szintje a formaidentitásoknak. Az éberség pillanatában nem gondolkodtok, mert nem lehet egyszerre érzékelni egy csendteret és gondolkodni. Kell, hogy legyen benned valami, ami összhangban van ezzel a csend térrel. És ez a tudatosság belső tere. És meglepő módon ez egy módja annak, hogy a leglényegesebb, legalapvetőbb szinten felismerd, ki vagy. Mert lényegében te vagy az a csendes jelenlét. Ez a tudatosság, ez a figyelem. Ez a lényege annak, aki vagy. Ez a lényege minden embernek ebben a teremben. És ez egy csodálatos felismerés. Megváltoztatja az identitásod érzékelésének módját. Az én tudatod. Mert ez talán az egyik legfontosabb kérdés az életben, az életedben, az identitás kérdése. És ez az oka annak, hogy az ókori görögök az ókori görög filozófiában valószínűleg Pitágórászig visszamenőleg az egyik legfontosabb mondásuk, amely valójában a Delfói Apollón templomban van felírva, ismerd meg önmagad. Ismerd meg önmagad. Ez az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy tudd, ki vagy. A legtöbb ember azt hiszi, hogy tudja, ki ő, mert azonosul vele. Először is természetesen fizikai tested van, és a forma szintjén ez a fizikai test természetesen része annak, aki vagy. Úgy nevezem, ez a formai identitás első szintje. A legfontosabb felismeréshez ez annyira lényeges. Nem tudom, miért nem tanítják ezt az iskolában vagy az egyetemen. A legfontosabb felismerés az, hogy az identitásodnak két dimenziója van. Míg a legtöbb ember a bolygón azaz mindazok, akik még nem ébredtek fel, egyetlen identitáson, egy dimenzión keresztül, csak ezen keresztül ismerik magukat. És ez a forma dimenziója. Forma identitás. A forma azonosság a fizikai formával kezdődik. És természetesen ez az első dolog, amikor találkoztok valakivel, ez az első dolog, amit észreveszel. Ez az adott személy fizikai adottsága. Egy férfi vagy nő teste külső megjelenése, és ez az első dolog, amit észreveszel. És önmagában sok ember, aki még nem ébredt fel, nagyon-nagyon erősen azonosul a fizikai alakjával. És ez csak az első szint az identitásokban. Nagyon erősen azonosulnak a fizikai formájukkal, akár pozitív, akár negatív értelemben. Egyfajta értelemben egyes emberek büszkék testükre és megjelenésükre. Nézzetek rám! És mentálisan összehasonlítják magukat más testekkel, akik nem olyan szépek, erősek. Bármi is legyen az. Nagyon erősen azonosulnak a testükkel, a megjelenésükkel és ez mind negatívan is azonosítható. Nagyon elégedetlen vagyok a testemmel, olyan borzasztóan néz ki. Ez megint csak a testtel való negatív azonosulás. És persze ez manapság felerősödik az emberek által kifejlesztett okos technológia révén. Manapság nagyon népszerűek a szelfik. És általában mutasd meg a tested aspektusát, gondolom, a megjelenésedet szóval gyerünk, és aztán elküldöd a lehető legtöbb embernek. És akkor mindenki, az összes barátod, beleértve több száz olyan embert is, akikkel soha nem találkoztál, a testedre, a külsődre néznek, és rosszul érzik magukat, mert olyan boldognak tűnsz. És ettől még boldogtalanabbnak érzik magukat, mint amennyire eddig. És ennek kompenzálására előkapják a telefonjukat, és rendkívül boldognak tűnve szelfit készítenek. És talán találsz olyan hátteret, amitől az emberek irigykedni kezdenek. Vagy egy étteremben láttatod magad, ahogy épp valami hihetetlen ételt fogyasztasz. És egy ideig ez lekötheti az embereket. Nos, nem mindig teszi hosszan boldoggá. De elfoglaltá teszi, sokáig lefoglalja őket, és viszonylag jól érzik magukat ebben a dimenzióban. Persze előbb-utóbb eljön az idő, amikor a test megváltozik. Furcsa módon megváltozik a megjelenés, és azt gondolhatod, hogy a tükrök már nem olyan jók, mint régen, mert már nem egészen úgy nézel ki, mint korábban. És így számos lehetőség áll nyitva előtted. De akkor kezdesz egy kicsit boldogtalanabb lenni, mert azonosultál valamivel, ami nem tart örökké. És különösen azok az emberek, akiknek nagyon erős volt a testükkel való azonosulásuk, nagyon boldogtalanná válnak, ahogy öregszenek. Nagyon boldogtalanok. És senki sem mondta nekik, hogy ez az identitás rendkívül korlátozott. Rendkívül korlátozott identitás, de ezt nem tudják. Ez minden, amiük van egész életükben. És akkor hirtelen az a test, amely miatt felsőbbrendűnek érezték magukat, most nagy boldogtalanság forrása lesz. És ez a sorsa mindazoknak, akik nem tudtak, nem tudnak nem akarnak mélyebbre menni magukban, hogy felfedezzék mélyebb szintjeit annak, kik is ők valójában. Nem éreztem soha különösebb kísértést arra, hogy azonosuljak a testemmel, még fiatal koromban sem, mert nem voltam különösebben erős vagy szép. Szóval mit csináljak? Kevésnek éreztem magam. Ez szenvedés forrása volt. Azonban rájöttem, hogy több vagyok, mint a testem. Az elmém is vagyok. Ha nem is tudok erősebbnek és szebbnek tűnni, mint a mellettem ülő, de intelligensebb lehetek. Tájékozottabb lehetek. Így az identitásom a fizikai helyett eltolódott másfelé. Pár volt némi negatív azonosulás. Ám az identitásom az elmém felé tolódott el. Ez áthelyeződött arra, ami természetesen a következő szint a formai identitásoktól lejjebb, az a tudatosság. Az elméd az összes felhalmozott tudás és emlék, és így tovább, amit a gondolati folyamatok tartanak életben. Így tehát, hogy kompenzáljam a nem megfelelő testemet, a lehető legtöbbet olvastam, hogy másokkal szemben magasabb rendűnek érezhessem magam. Mert ők nem tudtak annyit, mint én. Szóval még mindig nagyon nyugtalan voltam. De ha egy társaságban voltam, azonnal elkezdtem a tudományos dolgokról beszélni, és megmutattam, hogy mennyit tudok, hogy a többiek kevesebbnek érezzék magukat nálam. Ez egy nagyon normális, egoista stratégia. Ez volt az ego válasza, hogy ne beszéljetek annyit rólam. Természetesen nem voltam boldog. Folyamatosan nyugtalan voltam, mert mindig voltak, akik többet tudtak nálam. Mit kezdesz velük? Aztán voltak mások, akik nem tudtak többet, mint én, de volt valami más, amivel azonosulni tudtak. Magas társadalmi rangjuk volt. Egyetemre jártak. Találkoztam néhány lorddal és lédivel, akik nem tettek semmit, hogy kiérdemeljék ezeket a címeket ők ezzel együtt születtek. Szóval a baba megérkezik az anyja méhéből, és azt mondja, nos ő a lédi, így és így. Szóval sokan közülük nagyon erősek voltak, és identitásuk igen jelentős részét társadalmi hátterükből a felső osztályból származtatták. Ez alapvetően a család történetüket jelenti. Tehát nagyon erősen azonosultak ezzel, és ez Adhat nekik egyfajta felsőbbrendűségi érzést másokkal szemben. És még ha a többiek intelligensebbek is, akkor is sokkal több az részük, sokkal nagyobb befolyással, háttérrel, vagy bárhogy is nevezzük, rendelkeznek. Még az is, ahogyan angolul beszélsz Angliában, még a beszédmódod is, ahogyan beszélsz, azonnal megmutatod ezt másoknak. Nos, Manapság már kicsit kevésbé, de amikor fiatal voltam és Angliában éltem, abban a pillanatban, hogy kinyitottad a szád, az emberek megítélték, hogy melyik társadalmi osztályba tartozol. Munkásosztály, középosztály, felső osztály, felső középosztály, felsőbb osztály, és persze sokan színlelnek, tettetik magukat megpróbáltak felsőbb osztálybelieknek tűnni, túlzásba esve. Nagyon kínos, de úgy gondolták, hogy ez működik. Azonosság. Az emberek identitást keresnek, és az identitást tudat végső soron sohasem kielégítő. Mindig többet keresnek. Keresnek valamit, ami megerősíti az azonosság tudatukat hogy megerősítsék azt az érzést, hogy kik ők, és az egót. Alapvetően ez az egó, hogy olyan identitás tudattal rendelkezzenek, amely a kondicionált elmén alapul. Plusz az érzelmek, amelyek a kondicionált elmét tükrözik. Az ego, az emberek általában azt gondolják, amikor valaki nagy egóról beszél, akkor az ego olyan embereket jelent, akik nagyok, nagyobbak az életnél, hatalmas egóval rendelkeznek. Azt hiszik, hogy ők a legnagyobbak és a legcsodálatosabbak. Mindenkinél magasabb rendűek. Ez lehet az egó egyik aspektusa. Van egy másik egó is. Ha nincs elegendő anyag az azonosításhoz, amivel azonosulhatsz, ha nincs több tudásod, mint a legtöbb embernek, nincs jó tested, külső megjelenésed, nincs társadalmi osztályod, háttered, nincs vagyonod, mit csinálsz akkor? Akkor mivel azonosulsz? Istenem, ki vagyok én? Akkor az ego nagyon ügyesen megmentett egyfajta áldozati identitást. Vagy az élet annyira méltánytalanul bánt velem, a szüleim. Akkor kezdődött, amikor megszülettem. Szörnyű háttér. Az életem mindig, mindig hátrányos helyzetben volt. Mindig áldozat volt. Vagy személyesen, vagy az egész társadalmi csoporttal azonosulhat, és azt mondja, mi mindig is áldozatok voltunk, és még mindig, most is áldozatok vagyunk. Nem annyira biztos. Persze, hogy vannak emberek. Vannak olyanok, akik nagyon szörnyű körülmények közé születtek. Vannak olyanok is, vagy egész embercsoportok, akik rossz körülmények közé születtek. Ez kétségtelenül igaz. A veszély az, hogyha ezt az identitásoddá teszed, az csapdában egyfajta börtönben tart. Nagyon csábító. Manapság nagy a késztetés arra, hogy az emberek kollektív áldozati identitással rendelkezzenek, kollektív áldozati identitást tanúsítsanak. Nagyon csábító az egó számára. Az interneten nagyon könnyen lehet olvasni arról, hogy manapság egyre divatosabbá válik a kollektív áldozati identitás. Felolvasta Korek Mária. Köszönöm a meghallgatást.